Nehéz éven van túl a gyümölcstermesztés. Az időjárási viszonyok miatt egy átlagos esztendő alig több mint felét sikerült csak megtermelni. Erről is beszámolunk mai adásunkban, előbb érkezzen a teljes tartalomjegyzék. Köszöntöm Önöket! Inkubátorház Nagykállóban. Elkészült a járás első ilyen létesítménye. Évvégi változások. A hulladékszállítás terén is lesz mire figyelni. Új elnök a Fruit Web élén. Az előző vezető lemondása miatt volt szükség tisztújításra. Egy közel 700 millió forintos beruházás eredményeként inkubátorházat adtak át Nagykállóban. Az épület együttesben helyi és környékbeli cégek végezhetnek termelő, szolgáltató és logisztikai tevékenységet. Az új létesítmény hozzájárulhat Nagykálló versenyképességének és a térség gazdasági vonzerejének növeléséhez. A térségben közben más beruházások is zajlanak, amelyek szintén az ipari terület fejlesztését szolgálják. Noha eredetileg ünnepélyes avatót terveztek, a járványhelyzet miatt csak szűk körben tudták megtartani december elején az új nagykállói inkubátorház átadóját. Az 1600 négyzetméteres épület együttesben 4 üzemcsarnok, egy logisztikai raktár, 3 iroda, valamint egy tárgyalóterem áll a betelepülő vállalkozások rendelkezésére. 2 nyíregyházi érdeklődőnk van konkrétan, ami azt jelenti, hogy a város szempontjából ez a legnagyobb érték, mert olyan adózók jönnek a városba, akik eddig máshol folytatták ezt a tevékenységet, arról nem beszélve, hogy nyilván, ha bővülni akarnak, újulni akarnak, akkor előbb-utóbb a nagykállói munkavállalókat is igénybe fogják venni, és új munkahelyeket valósítanak meg. Ugye ez mindegyik, mind a 2 létező cégről van szó, ugye nem újonnan alakuló, bár arra is nyitottak vagyunk. Van, ugye ez elsősorban ipari, asztalos és fémipari tevékenységekről van szó, de emellett ugye nyitva vagyunk, vannak érdeklődők mezőgazdasági vonalról is. Lényegében ezt a üzemeltetését a Nagykálló önkormányzat 100%-os tulajdonló cége, ez a Nagykállói Kettős Gazda Kft. Ő az üzemeltető. Kimondottan azért, hogy egy kicsit gyorsítsuk itt a bérleti szerződéssel és a fenntartással kapcsolatos dolgokat. Ugye egy testületnél azért elég sok a kötöttség, testületi ülés, minden döntésről, szerződéskötésről, így egy kicsit rugalmasabbak tudunk lenni. És lényegében itt a fix négyzetméter árakról beszélünk, illetve a lényegében a közös költségekről. Ezt úgy találtuk ki, hogy első év, második évben komoly kedvezményeket kapnak, és a harmadik évtől kell valójában egy most piaci áron teljesen korrektnek mondható bérleti díjat kifizetniük. És egy kérdés erejéig még maradjunk a számoknál. Milyen összegből készülhetett el az inkubátorház, és ehhez milyen állami segítséget kaptak? Ugye teljes mértékben itt a projekt, ez a top forrásból valósult meg, 660 millió forintot kaptunk rá, illetve 30 millió forint volt az, amit az önkormányzatnak mellé kellett tenni, ezt be kellett vállalnunk. Ez elsősorban az építésből adódott. Nyilván itt egy kicsit sakkozva, kicsit bízva, itt a uniós ciklus végéhez közeledve, hogy maradnak még maradványforrások, mi ezt úgy gondoltuk, hogy megkockáztatjuk, nem csökkentjük a műszaki tartalmat ilyen szempontból. Az inkubátorházban már zajlik a termelés, térköveket gyárt az egyik helyi vállalkozás. Mint a térség országgyűlési képviselőjétől megtudtuk, noha a Nagykállói a járás eddigi egyetlen inkubátorháza, a folytatásban több más településen szeretnének létrehozni ilyet. A választókerületben közben más beruházások is segítik az ipari területek fejlesztését. A területfejlesztés operatív programban a térségünkben a legnagyobb beruházás ez Nyírbátorban zajlik. A ráemelésekkel és hitellel együtt az eredetileg 1 milliárd 41 millió forintos topbeli támogatás, az megnövekszik 1,5 milliárdra. Itt arról van szó, hogy a Nyírbátori Ipari Parkban buszmegállók létesülnek, autóbuszpályaudvar a bejáró dolgozók számára, hiszen itt 4,500 ember jár nap mint nap be Nyírbátorba, az ipari parkba, ezért volt szükség az autóbuszpályaudvarra.
energetikai beruházás zajlik, trafóállomás építés, 15 megawatt teljesítmény kerül levételre, és a harmadik része az pedig egy elkerülő útnak az építése, ami az ipari parkot és a 4105-ös utat köti össze. Ez a 4105-ös vezeti az autópályára a nyírbátori forgalmat rá. Tehát ez a második lépcsőfoka a fejlesztéseknek. Ugye, és ezen kívül Nyírbogáton zajlik még egy iparterület fejlesztés, egy 350 millió forint értékben egy ipari parkot szeretnénk ott létrehozni. A közbeszerzési eljárás sikeres volt, a munkálatok jövő év elején indulnak. Az új épületet az Innovációs és Technológiai Minisztérium tárcavezető helyettese is megtekintette és bejárta. A politikus szerint a beruházás a jövő munkahelyeiről szól, hiszen azzal is foglalkozni kell a pandémia idején, hogy hogyan készülünk fel a vírus utáni időszakra. Azt remélem, hogy a létesítmény mielőbb jelentős helyszíne lesz a helyi gazdasági életnek, és sok új és valóban kreatív ötlet indul majd innen útjára. Ezt azért is mondom, mert muszáj kitérni arra is, az innováció az kulcsfontosságú az ország jelene és jövője szempontjából is. Tudtuk ezt természetesen korábban is, de az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy nem csak az egészségügy vagy a gyógyszeripar területén van nagy szükség a gyors megújulásra és a fejlesztésnek a képességére, hanem valójában a gazdaság minden területén, minden ágazatában. Csak azok a cégek tudtak és tudnak megfelelő módon tovább működni, amelyek akár a belső folyamataikat, akár a termékeiket, akár a szolgáltatásaik palettáját úgy tudják meghatározni és megváltoztatni, hogy az új körülmények között is legyen rá kereslet. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezt igyekszik minden eszközzel támogatni, hiszen a jelmondatunk is az, hogy a feladatunk a jövő. És az elkövetkező évtizedek, vagy ha nagyot akarunk mondani, akkor az évszázad eredményességéhez, sikerességéhez erre mindenképpen szükség van. Én azt szeretném még így végezetül elmondani, hogy gratulálok a helyi vezetőknek, polgármester úrnak, képviselő úrnak, megyei közülési elnök úrnak, hiszen a városba eddig több mint 5 milliárd forintnyi fejlesztési támogatás érkezett az elmúlt években. Én abban bízom, hogy ez jó helyre került, hiszem is, hogy ez jó helyre került, és az itt élő embereknek, családoknak, vállalkozásoknak a jólétét és az életszínvonalának az emelkedését szolgálják ezek a beruházások, akár közintézmények fejlesztésére, akár egyébként vállalkozásoknak a támogatására kerültek ide ezek a források. Arra, hogy az ilyen beruházások a jövőben is megvalósulhassanak, a következő 7 éves Európai Uniós ciklus biztosít forrást. Már folyamatban van a fejlesztési program kidolgozása, amely március végére készülhet el. Erre alapozva lehet majd a pályázatokat elindítani. És ezzel párhuzamosan az irányító hatóságtól már vannak a megyei közgyűlésnél kiírás előtti pályázatok véleményezésre. Én azt gondolom, hogy leggyorsabban a munkahelyi paktum pályázatunkat tudjuk elindítani jövő év elején. Erre egyébként most egy pozitív döntés született éppen a tegnapi nap folyamán. Újabb 1,6 milliárd forint értékben tudunk munkahelyteremtést támogatni, munkahely megőrzést támogatni a megyében, és azt követően pedig már jövő január-februárban lehet döntés a következő munkahelyi paktum projektünkről. Ugye ez a legfontosabb talán, hogyha lehet rangsorolni, különösen a vírushelyzet kihívásai közepette, hogy a munkahelyeket meg tudjuk védeni, illetve új munkahelyeket tudjunk teremteni a megyében. Aztán a következő infrastruktúrális pályázatok is remélhetőleg jövő első felében megjelennek, akár csapadékvízre, legondolok energetikai kiírásokra, különböző városfejlesztési eszközökre, közszolgáltatások fejlesztésére, ódára, bölcsődére. Tehát ugyan nagyjából ugyanazzal a programstruktúrával számolunk, mint ebben a 7 évben. Az jó hír minden esetre, hogy az összes rendelkezésünkre álló uniós program, mármint Magyarország rendelkezésre álló uniós program 20%-a
az a leendő top 2, vagy már teljes nevén versenyképes Magyarországi Operatív Program rendelkezésére fog állni. Nagyjából ez összegszerűen is annyit jelent, mint az elmúlt 7 évben, a pontos számot még nem ismerjük. Ez Nyíregyházzal együtt majd 150 milliárd forintos megyei fejlesztés volt. Bízom benne, hogy a következő 7 évben az Európai Újjáépítési Alap fejlesztései nélkül, ugye, amelyről kapcsolatban még folyik a vita, illetve a tárgyalások, azt olyan mennyiségű pénzt tudunk fejlesztésekre fordítani, amint ebben a 7 évben. A hulladékszállítás menetében is változásokat hoz az évvégi időszak, így érdemes figyelemmel követtünk a helyi szemétszállításért felelős cég tájékoztatását. A társaságok az ünnepek előtt arra is figyelmeztetnek, hogy munkatársaik nem kopogtatnak be a lakásokba boldog új évet kívánva. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Éberhár Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Üdvözlöm. A Covid helyzet akkor megnövekedett munkavégzést igényel. Önöktől is. Igen, mindenképpen. Ami talán a legszembetűnőbb volt, a hulladékudvaraink. Nyíregyházán 2 hulladékudvart üzemeltetünk, azoknak az igénybevétele. Vélhetően ugye sokan voltak home office-ban, vagy éppen szabadságon, vagy éppen egyáltalán csak az otthonaikban, és a rendelkezésre álló időt rendrakással, takarítással töltötték el, ami természetesen a végén a hulladék és a lomok nálunk landolt. Tehát ahogy eredetileg gondoltuk, hogy lehetőségünk lesz a hulladékudvarok nyitvatartását korlátozni, nem így történt, még majd, hogy nem hosszított nyitvatartással kellett fogadnunk a lakosokat. Hát igen, a barkácsáruházak forgalma gondolom megnőtt. Azzal párhuzamosan a hulladékudvarok forgalma is fogalmazhatunk. Igen, mindenképpen beszéljünk arról azért, hogy az év végén ugye a hulladékszállítás menetében vannak változások, illetve lesznek változások. Így van, az évvégi ünnepeknél karácsony december 25-26, illetve január 1-én ezeken a napokon, amennyiben hétköznapra esik, akkor sem végzünk gyűjtésszállítást, ezért ezeket a napokat más napokon gyűjtjük össze. Így például ebben az évben december 25-e helyett 27-én fogják a kollégáink a gyűjtést elvégezni, ami vasárnap, illetve január 1-e helyett január 2-án szombaton fogják elvégezni a gyűjtést. Ezért kérem, hogy mindenki ügyeljen erre, akinél a gyűjtési nap ezen napokra esne, akkor így tudja majd kihelyezni a kukáját. Mennyire jellemző az, hogy ha valaki mondjuk télen nem lakik az adott ingatlanban, akkor szüneteltetik-e egyáltalán a szolgáltatást, nem szüneteltetik, mert ugye itt azért fontos igen, kérdések merülnek fel. Januárban lesz igazán aktuális a szüneteltetett ingatlanoknál, mivel lehetőség van ilyet kérni, hogy igen, egy adott ingatlan nem lakott, kérik a szüneteltetését, de azt minden évben újra kell kérelmezni. Tehát ezt minden éven, sőt, amikor valaki kérelmezi az adott ingatlanra, abban még le is írjuk, hogy de majd következő évben, januárban újra igényelnie kell, kérelmeznie kell ezt a szüneteltetést. Nagyon kérek mindenkit, hogy akinek ilyen ingatlanja van, amit nem lakik, a szüneteltetési kérelmet azt még január hónapban adja be a következő évre. A zöld hulladék szállítás az már ugye véget ért az idén. Így van, erre az évre a zöld hulladék szállítást elvégeztük, én azt mondom, hogy sikerrel. Hatalmas mennyiségű zöld hulladékot gyűjtöttek be a kollégák. Legközelebb majd következő évben az adott településen a kiosztott hulladékgyűjtési naptárak szerint kezdjük meg a zöld hulladék összegyűjtését. Igen, mert az előző években, ha jól tudom, például nem is 20-ban, hanem 20 vagy 19-ben, ott nagyon korán lett jó idő, és kicsit korábban kellett hozni az elszállítás idejét. Igen, ez egy állandó ilyen probléma. Ugye elkészítjük év végén a következő évre vonatkozó hulladékgyűjtési naptárt a éves tapasztalatok alapján, és amikor a időjárás egy kicsit másképp alakul, mint ahogy terveztük, akkor bizony előfordul ilyesmi, hogy a lakosok már sokkal hamarabb igénylik a zöld hulladékgyűjtést. Legtöbb esetben ilyenkor igyekszünk úgy átszervezni a rendelkezésre álló erőforrásainkat, hogy hamarabb el tudjuk indítani. A lényeg, hogy tudtak rá reagálni, én úgy emlékszem. Így van, így van. Mi történik ezzel a zöld hulladékkal? Csak úgy az érdekesség kedvéért. Igen, ezt a zöld hulladékot ugye begyűjtjük, és a központi telepünkön komposztáljuk, amiből a végén talajjavító anyag, komposzt készül. Az idén történt változás alomtalanítás rendjében is egészen érdekes módon. Már 2020 évben
más rendszer szerint történt volna a lomtalanítás, mint az eddigiek. Házhoz menő lomtalanítást szerettünk volna bevezetni. Sajnos közbeszólt a járványhelyzet, így valójában nem tudtuk ezt lebonyolítani, illetve kevés volt az olyan település, ahol a házhoz menő lomtalanítást meg tudtuk oldani. Ezért arra kérek mindenkit, hogy 2021 évben a kiadott naptárainkban feltüntetettek szerint igényelje a lomtalanítást, van telefonszámunk, elérhetőségünk, ott külön be kell jelentkezni, és a kollégákkal időpontot egyeztetni, hogy mikor tudjuk az adott ingatlantól elszállítani a lomokat. Tehát ha valaki nem gondolkodik előre, akkor nem tudom talanítani, vagy van. Saját magának kell elvinnie a hulladékkezelőbe. Ez így van, a hulladékudvarokban fogadunk lomokat ingyenesen, illetve a hulladékkezelőben térítés ellenében is fogadunk ilyet, illetve konténeres gyűjtéssel bármikor rendelhető külön konténer díjfizetése ellenében. Tehát valóban ez a lakosság részéről egy nagyobb odafigyelést és közreműködést kíván majd, ugyanakkor elkerülhető az, hogy egy hétig, két hétig az adott település úgy nézzen ki, mint egy szemétdomb. Hulladékudvarok nyitva tartása az ünnepek alatt. A hulladékudvarok zárva lesznek az ünnepek alatt. Tehát, ahogy mondtam, a szállítás az működik, de a hulladékudvarok 24, 25, 26-án és január 1-én is zárva tartanak. És a felkonfra azért mindenképpen térjünk ki, csalókra is figyelmeztetnek, mert hogy tényleg a cég munkatársai nevében mennek boldog új évet. Így van, elő szokott ilyen fordulni, akár boldog karácsony, boldog új évet. Azt biztonsággal állíthatom, hogy aki ezzel próbálkozik, nem a cégünknek a dolgozója, tehát nagyon kérek mindenkit, hogy ezzel ne a cégünket keresse, illetve ne is dőljön be ilyen kéregetésnek. De ja, hogy akkor kéregetnek a cég nevében? Igen, kéregetnek. Értem. Van egy akciójuk is, amely már évről évre mondhatjuk azt, hogy rendszeres. Így van, ez a karácsonyfáért ajándékot akció. Január 6-a után indítjuk a hulladék udvarainkban, aki oda behoz leszedett karácsonyfát, azért sorsjegyet, illetve ajándékot adunk. Az évben annyi újdonságot hozunk ebbe a rendszerbe, hogy aki töves, jó állapotú töves fenyőt hoz be, azért több sorsjegyet adunk, illetve ajándékot, illetve következő év tavaszán a NyírVV Kft.-vel együttműködve majd egy megfelelő helyen elültetjük ezeket a fákat. Tehát a hulladékból, illetve a karácsonyfából ebből nem hulladék lesz ezzel a megoldással, hanem gyakorlatilag bízom benne, hogy előbb-utóbb egy új erdő. Már most is érdemes azért felhívni a nézők figyelmét arra, hogyha a fenyőfa hulladékká válik, a karácsonyfa hulladékká válik, akkor azt hogy helyezzék el szakszerűen? Ugye lehetőleg ne az utca közepén legyen. Igen. A legalkalmasabb és a legjobb megoldás az lenne, hogyha behozzák a két hulladékudvarunkba a Nyíregyházán, de amennyiben ez nem megoldható, akkor a kiosztott naptárainkban, vagy amit még évvégéig meg fognak kapni a lakosok, abban benne van, hogy melyik napokon fogjuk összegyűjteni ezeket a fákat, és annak megfelelően a kommunális hulladékgyűjtő edények mellé helyezzék el. 2021-es évi naptárak, akkor még ennek a kézbesítése folyamatban. Vannak olyan települések, amit gyakorlatilag egy járat el tud látni, naponta egy járat, ott már kiosztottuk a harmadik negyedéves számlákkal, tehát postán kapták meg a 2021 évre szóló naptárakat, de ahova még ezt nem sikerült kipostáznunk, oda évvégéig valószínűleg az önkormányzatok közreműködésével fogjuk kiosztani. Az internetes oldalukon pedig, hogyha valaki elvesztené ezt a így naptárat, van, akkor gondolom meg. Bármikor napra készen hozzáférhető település szintre lebontva a 2021 évi hulladékgyűjtő naptár. Illetve most még a 20-as is rajta van, majd a 21 év is. Illetve hogyha az ügyfélszolgálatuk az most zárva tart, ugye? A személyes ügyfélszolgálatunk szünetel, így van, de telefonon is, elektronikus e-mailen bármikor elérhetőek vagyunk. Az ünnepek után nem csak a karácsonyfa kerülhet, illetve a fenyőfa kerülhet rossz helyre, hanem azért a hulladékgyűjtő szigetek használata sem lehet megfelelő, nem mindig megfelelő, hogyha jól tudom. Így van. A vegyes hulladékgyűjtése mellett ugye biztosítjuk a szelektív hulladékgyűjtését is. Családi házaktól ez 240 literes úgynevezett sárga kukában történik. Nagyobb társasházak esetében pedig a kihelyezett zöld szigeteken, ahol 1100 literes kék, illetve sárga színű hulladékgyűjtő edényeket helyezünk ki. Előre borítékolható és várható, és készülünk is rá, de ettől függetlenül sajnos minden éven megesik,
hogy a nagy mennyiségű karácsonyi csomagoló anyag, dobozok ezekbe a hulladékgyűjtő szigetekben kötnek ki, és sajnos nem úgy, hogy összegyűrve vagy összetaposva, tehát hogy minél nagyobb térfogatot el lehessen ott helyezni, hanem úgy, ahogy egy doboz kinéz. Tehát éppen ezért arra kérnék mindenkit, hogy amennyiben használja ezeket a szigeteket, akkor oda elhelyezett hulladékot igyekezzen a lehető legkisebb térfogatúra tömöríteni, illetve minden esetben az edénybe helyezze el azt. Úgy szokott ez kezdődni, hogy valaki előbb csak egy dobozt rak le a hulladékgyűjtősziget mellé, aztán a következő már két doboz, stb., és a végén egy nagy szemétdombnak néz ki, holott annak egy szelektív hulladékgyűjtősziget kell lennie, ami a csomagolási, tehát hangsúlyozottan a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére szolgál. De ez nem jelenti azt, hogy azért a munkatársai ott hagyják. Nem, ezt minden alkalommal a kollégák is a hulladékokat összegyűjtik, illetve fel is takarítatjuk ezeket a szigeteket, tehát igyekszünk ezeket rendbe tartani, sőt ebben az évben fordult elő éppen a járványhelyzet miatt is, hogy olyan szigeteket, ahol állandó jelleggel azt tapasztaltuk, hogy nem a funkcionalitásának megfelelően, tehát nem szelektív hulladékra vette igénybe a lakosság, hanem mindenféle, azt kell mondjam, szemetet odahordott, azokat inkább megszüntettük, azokat a hulladékgyűjtő szigeteket, azzal, hogy a társasházaknak is lehetősége van 240 literes hulladékgyűjtő edények igénylésére, ami azt jelenti, hogy azt a saját társasházában, vagy a társasház mellett helyezheti el, abba csak ő rakja a hulladékot, és mi azt ugyanúgy ki fogjuk üríteni. Tehát így ellenőrizhetővé válik, és a begyűjtött hulladék minősége és mennyisége is jobb lesz. Az önök társaságának szüksége van a felkészülésre, a térre? Bizonyos fokig mindenképpen, ugye az autóinkat fel kell készíteni a téli viszonyokra, ezt a kollégák a műhelyben megfelelő szinten elvégzik, illetve mi magunk is figyeljük az időjárás jelentést, hogy hogyan kell készülni előre néhány nappal. Azt kell mondjam, hogy olyan időjárási körülmény az elmúlt 5-6 évben nem nagyon volt, amikor az autóink ne indultak volna ki reggel, és ne végezték volna el a feladatukat a nap folyamán. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. A zöldség és gyümölcságazat erős piaci helyzetének fenntartásához fejlesztésekre és újra szervezésekre egyaránt szükség van, állítja a Fruitweb új elnöke. A gyümölcstermesztés egyébként nagyon nehéz éven van túl. Az időjárási viszonyok miatt egy átlagos év alig több mint felét sikerült csak megtermelni. Az értékesítése pedig a járványhelyzet volt, igen rossz hatással. November első hetében tartott a rendkívüli tisztújító küldött gyűlését a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hétköznapi nevén a Fruitweb. Az elnökség megválasztására a korábbi elnök Ledó Ferenc szeptemberi lemondása miatt volt szükség. A szervezet vezetői posztjára két személy pályázott, a küldött gyűlés jelenlévő tagjai pedig végül a korábban alelnökként tevékenykedő Apáti Ferencet választották meg új elnöknek. Már mintegy 8 éve dolgozok a Fruitwebben. 2012-ben lettem a Fruitweb társelnöke, majd 2 évvel később a felügyelőbizottság elnöke. Ezt követően pedig 4 éven keresztül töltöttem be a gyümölcsös alelnöki posztot, és 8 év szakmai, illetve szakmaközi munka után 2020. november 5-én választottak meg a Fruitweb elnökének. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a különböző termékpálya szereplők, tehát termelők, feldolgozók, kereskedők és tészek között összhangot és összehangolt működést teremtsünk, legalábbis ezeket a folyamatokat elősegítsük. A Fruitweb ugyanis egy szakmaközi szervezet, nem kristálytisztán csak egy terméktanács, ezáltal nem feladata, vagy nem az a feladata, hogy egyetlen termékpálya szereplő szegmens, mint például csak a termelők vagy csak a feldolgozók érdekében működjön, hanem a legfontosabb küldetése az, hogy a különböző termékpálya szegmensek között összhangot teremtsen. Nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogy ezt minden eszközzel elősegítsük, hiszen ami leginkább jellemző a zöldség-gyümölcs szektorra, az a széttagoltság, a különböző szekértáborok kialakulása, az érdekellentétek, amelyek nagyon sok évben jelentős piaci kárt okoznak. Hol a termelőknek, hol a feldolgozóknak, hol a kereskedőknek, de nagyon fontos lenne az, hogy egy irányelv mentén, közös célkitűzések mentén tudjanak dolgozni a termékpálya szereplői. Nagyon fontos alapelvnek tartom azt, hogy csak az kritizálhat, aki tesz is, és csak az
kérhet, aki ad is. Ez máshogy megfogalmazva úgy hangozhatna, hogy csak az vehet fel az asztalról, aki letesz rá, ugyanis engem így neveltek, nagyjából ebben a szellemben nőttem fel. Ez azt jelenti, hogy mindenkit szívesen várunk a munkában, aki tenni akar a szakmáért, ellenben aki nem tesz, vagy a szakma érdekei ellen cselekszik, azoktól a kritikákat is óvatosabban vagy nehezebben fogadjuk el. Az elnök hangsúlyozta, az ágazatban szükség van a megújulásra és az infrastruktúrális fejlesztésekre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Apáti Ferenc szerint ahhoz, hogy a magyar zöldség-gyümölcs szegmens egy évtized múlva is jelentős szerepet töltsön be Európa piacán, nagy szerepe lehet a szakmaközi szervezet munkájának. Azt gondolom, hogy az lenne a legfontosabb, hogyha 10 év múlva úgy néz neki a zöldséggyümölcs ágazatunk, hogy termelési színvonalukban homogén vállalkozások alkotják, amelyek nagyon magas technológiai színvonalon gazdálkodnak, hiszen csak magasfokú hatékonyság mellett lehetünk versenyképesek az Európai Unió piacán. Emellett kiemelten fontos a termékpálya szervezettsége, hiszen amiben még nagyon rosszul állunk, az a szervezettség. A termékeink több mint 80%-át az integrációkat, tészeket megkerülve egyénileg próbáljuk értékesíteni, a szervezetlen értékesítés pedig egy nagyon nagy versenyhátrányt jelent az ágazat szereplőinek. Minden eszközzel elő kell segítenünk a hatékony termelés feltételeinek megteremtését, illetve az ágazati szervezettség növekedését, és amiben részt tud venni e tekintetben egy szakmaközi szervezet a munkában, az a gazdasági, illetve jogi környezet alakítása, különös tekintettel az adózási környezetre és a támogatási környezetre. A termelés hatékonyságát nagyon nagy mértékben meghatározzák a támogatások, illetve a támogatások összegén felül az, hogy milyen célra, milyen irányokra adunk támogatást. Éppen ezért abban, hogy közreműködjünk a támogatási rendszer kialakításában és a hatékony, versenyképes termelés irányába mutató alakításában nagyon nagy felelősség van a Fruitwebnek. Apáti Ferencet megkérdeztük arról is, milyen termés átlagokat produkáltak a térségünkre legjellemzőbb gyümölcsfajták, illetve okozott-e bármiféle változást az értékesítésben a koronavírus járvány. A 2020-as év az ellentétek éveként fog bekerülni a gyümölcs termesztés történelem könyvében, és összességében a rossz évjáratok sorát fogja gazdagítani. Magyarországon egy átlagos évben körülbelül 900 ezer tonna gyümölcs terem, a legrosszabb évjáratokban alig ért el a 400 ezer tonnát, de a jobb évjáratokban, mint legutóbb volt a 2018-as, akár 1,1-1,2 millió tonna gyümölcsöt is elő tudunk állítani. Ebben az évben, bár még végleges számaink nincsenek, nagyon valószínű, hogy 500 ezer tonna magasságában marad a megtermelt gyümölcs mennyisége. Ebből nyilván a legnagyobb szeletet az alma és a megy teszi ki, de az összgyümölcs mennyiség valószínűleg nem fogja jelentősen meghaladni az 500 ezer tonnát, tehát messze-messze a sok éves átlag termés alatt marad. Ennek a nagyon nagy mértékű terméskiesésnek alapvetően az időjárási károkozó tényezők az okai. A vesszőfutásunk már márciusban elkezdődött a tavaszi fagyokkal, március végén következett be az első komolyabb lehűlés, majd ezt követően május közepéig mintegy 15-20 fagyos éjszaka alakult ki, amelyből 6-8 is olyan komoly lehűléseket hozott, ami összességében nagyon jelentős termésveszteségeket eredményezett. Az időjárási károkozó tényezők sora folytatódott júniusban az extrém csapadékos időjárással. A csapadék viszonyok június folyamán abszolút az ellenkezőjükre váltottak, hiszen február, március, április és még jelentős részben május folyamán szinte egyetlen szem csapadék sem hullott, majd júniusban nagyjából 4 havi mennyiséget kaptunk, ami nagyon jelentős részben nehezítette a munkákat, illetve minőségi veszteségeket okozott. A nyár hátralévő része viszonylag aszályos és kiegyenlítetten meleg volt, tehát a júliusi-augusztusi időjárás nagyon komoly károkat nem okozott. Igaz, eddigre már elvesztettük a gyümölcstermésnek helyek közel a felét. Októberben szintén egy extrém csapadékos időjárás uralkodott, ez igazából már csak az alma születére hatott nagyon negatívan. Az alma betakarítása szeptember végétől november elejéig nagyon jelentős mértékben akadozott, azáltal, hogy ebből a 40 szedési napból, ami szeptember vége és november eleje között van, körülbelül 20 nap esett ki a folyamatos esőzések miatt.
majd ezt követően a kialakult talajviszonyok nagyon jelentős mértékben nehezítették a szüreti munkákat, a szüreti munkák előre haladását, sőt, tudunk olyan ültetvények létezéséről, ahonnan betakarítani sem lehetett a termést, mert a talajállapotok miatt megközelíthetetlenek az ültetvények. Ez tovább növelte a mennyiségi és minőségi veszteségeket is, tehát összességében a 2020-as év a termés mennyisége szempontjából egy rossz évjáratként kerül be a gyümölcstermesztés történetébe. Az árak ugyan általában magasak voltak, de nagyon sok esetben ezek a nagyon magas, akár az átlagár másfél-kétszeresét kitevő termelői árak sem feltétlenül tudják kompenzálni a kieső mennyiséget vagy minőséget. A legtöbb gyümölcs szezonján gyakorlatilag már túl vagyunk, hiszen nyilvánvalóan lezárult a szamóca, a megy, a cseresznye, a kajszibarack, az őszibarack, döntően a szilva szezonja is. Amiből még található a boltok polcain, illetve a piacon, az az alma és a körte, hiszen ezek ősszel szüretelt gyümölcsök és jól tárolható gyümölcsök, amelyek akár még jövő júniusig is megtalálhatók a piacon. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy mivel a körte termés nagyon gyenge volt Magyarországon, december-január magasságáig lesz elegendő körte hazai termesztésből a magyar piacok ellátására a szokásos márciusi szezonzárás helyett, míg alma esetében a piac azt követeli meg, hogy augusztustól augusztusig álljon rendelkezésre a piacon friss alma. Jelenleg úgy tűnik, hogy május-június magasságában, tehát jövő nyár elején elfogyhatnak a készletek, hiszen kevesebbet sikerült szüretelni, illetve jó minőségben betárolni. Ezek a mennyiségi minőségi kiesések alapvetően az árak jelentős emelkedésében csapódtak le, ami mind a termelői, mind a fogyasztói árak szintjén tapasztalható volt, tehát a fogyasztók ebben az évben a szokásos árak másfél-kétszereséért jutottak friss gyümölcshöz, ami mindenképpen szokatlan piaci helyzetet eredményezett. Jelenleg az alma és a körte ára is az átlagosnál jóval magasabban mozog a boltok polcain, viszont hozzá kell azt tenni, hogy a kereskedők és tészek beszámolói szerint a kereslet jelentősen visszaesett az alma és a körte iránt, ami alapvetően elsősorban valószínűleg nem is a magas árakkal van összefüggésben, hanem a koronavírus járvánnyal. Sokkal kevesebb vásárló jár a boltokban, ezért sokkal kisebb a fogyás, sokkal kisebbek a vásárolt mennyiségek, és jelen pillanatban a gyenge termés ellenére is úgy tűnik, hogy most a hűtőtárolókban nagyobb almakészletek állnak rendelkezésre, mint tavaly ugyanekkor. Hogy ezek meddig lesznek elegendőek, illetve meddig fog tartani az a járványhelyzet, az az állapot, ami ezt a visszafogott keresletet eredményezi, jelen pillanatban nehezen belátható. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb jövő héten hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!